Székelyföldről érkeztél a Puskás Akadémiához, hogy jött a megkeresés? Klubtól kerestek meg, vagy a vezetőedző keresett meg ezzel a lehetőséggel? Hát a klubtól kerestek meg legelőbbször, mivel akkor nem volt itt edző, az igazgató lett az edző talán. A klubtól megkerestek, kijöttek pár meccsre, megnéztek, aztán meg jöttem és aláírtam a szerződést. De ez már megtörtént egy olyan 3 hete. Most úgymond oficiál. És mennyit gondolkodtál azon, hogy a Magyar Bajnokságba szerződj a Puskás Akadémiához? Hát sokat nem gondolkoztam, hiszen már tudtam mi vár rám, úgymond tudtam a kondíciókat, tudtam csodálatos pályák, csodálatos termek, itt elképesztő mi van itten, és sokat nem gondolkoztam, és aláírtam a Puskással. Tak volal mi nějaký činovník z klubu. Először a klubtól kerestek meg, majd Horniák Zsolt az edzőnk is felhívott. Azonnal utána néztem a Puskás Akadémiának, a Magyar Bajnokságnak. Amikor láttam a képeket az interneten, illetve több információm volt a klubról, azonnal tudtam, hogy itt a helyem. A Magyar Bajnokságról eddig nem tudtam sokat, nem követtem, de azóta megnéztem néhány meccset, és nagyon várom már az idény kezdetét. Na start ligy a doufám, že nám to letos vyjde, že se popereme třeba i o poháry. Mennyire követett korábban a Magyar Bajnokság alakulását, vagy a Puskás Akadémia szereplését? Hát kezdtem követni, mert a tesóm itt játszott Magyarországon egy évet. Azóta kezdtem nézni. Teli jó foci van Magyarországon, úgy, mint Romániában, meg Magyarországon is. Lehet, hogy itt egy kicsit erőből, egy kicsit jobb a kondíciók, mint ott Romániában. De hiszen azért igazoltam ide, hogy az én karrieremnek jobb legyen, meg a családomnak. Ugye testvéred Fülöp István a DVTK-ban játszott. Milyen tanácsokat adott neked, vagy milyen tapasztalatokat osztott meg veled a Magyar Bajnokságról? Hát inkább a beilleszkedésről beszéltünk, hogy miként nézem a dolgokat, hogy illeszkedjek be. Meg a kondíciókat azt mondta, hogy nem hasonlíthatjuk össze a román bajnoksággal. Milyen különbség a kondíciók között? Gondolom a létesítményhelyzetre gondolsz, esetleg a kluboknak a helyzetére? Ja, a klubokról... Ha nem beszélünk pénzügyileg, hiszen a pénzügyileg nem is hasonlíthatjuk össze, mivel itt nincsenek olyan problémák, mint Romániában, de ha a kondíciókról beszélünk, úgy, mint pálya, úgy, mint dressz, úgy, mint akármi, nem lehet összehasonlítani Romániában. Romániában is nagyon jó a futball, de még nincsenek annyira jó kondíciók, mint itt Magyarországon. Hornyák Zsoltot személyesen nem ismertem, de a cseh bajnokságban játszottam a csapata ellen. A Liberec, amelyet irányított, nagyon jól futballozott, örülök, hogy vele dolgozhatok. Ha már a beilleszkedésről beszéltél, itt most kezdődtek a közös edzések, hogy érzed magad a csapatnál, hogy fogadtak a társak? Hát elég jól érzem magam, hiszen most még ismerkedésben vagyunk, hiszen ez csak az első hét. Nagyon jól érzem magam, minden megvan itten. A stadion belül minden, nem kell semmit se csinálni, csak készülni, meg focizni, ennyi az egész. Nagyon jól fogadtak a csapattársak is, kezdünk ismerkedni minél jobban, és várjuk, hogy kezdődjön a bajnokság. És milyen eddig a munka az új edzővel? Hát ugye neked mindenképpen, meg mindenki másnak is. Miket tapasztaltok? Hát igen, elég jól fogadott a mester minket, nem annyira egyből nekifogtunk a nehézenyek, szép lassan alapozunk, majd megyünk 2 hetet Ausztriába, edzőtáborba, és akkor utána majd várjuk a bajnokságot. De hiszen a munka majd akkor fog kiderülni, hogy jól dolgoztunk, vagy nem, mikor kezdődik a bajnokság, és minél több pontot szerzünk. Hallottam már a Puskás Akadémiáról, de nem gondoltam, hogy ennyire csodálatos helyre kerülök. A csapatba igen hamar beilleszkedtem, erre az elmúlt 2 nap elégnek bizonyult. Myslím fantasticky, takže já jsem jenom nadšenej. Úplně skvělé, hrozná výhoda, že... Jó, hogy 3 szlovák is van itt, akik tudnak nekem segíteni, hogy megértessem magam a többiekkel, akikkel azért angolul is beszélek. Minden szuper. Ostatníma klukama se domluvím anglicky, takže je to fajn. Személyes célok a következő szezonra? Személyes célok mindig azok voltak nekem, hogy többet csináljak, mint a múlt évben. De személyesen, ha beszélek, akkor szeretnék minél több meccset lejátszani. Az elmúlt szezonban 8 gólom és 5 gólpasszom volt. Ha ezt szeretném, úgymond. De legfő a csapat, inkább a csapatról azt mondtam, hogy szeretnénk az első csapatba belekerülni. A cseh bajnokságban, a Teplice csapatában sok gólt rúgtam, szeretném a Puskás Akadémiát is góljaimmal segíteni. A célunk az, hogy az NB1-ben az első 5-ben végezzünk, jó lenne nemzetközi kupa szereplést érő helyezést elérni.